megvásárolja és lebontja az állam a Körös Hotelt. A csabaiakat kérdezik a terület jövőjéről. Ha november, akkor bajusz és szakál. A szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet. Újabb tisztes helytállás, de újabb vereség. Az előre kikapott a Budaörstől. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A járvány kezdete óta az eddigi összes beazonosított fertőzött 3,3%-a egészségügyi dolgozó Magyarországon, az európai átlag 5 és 15% között mozog. Hangzott el az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Köszönet illeti hazánkban az egészségügyi dolgozókat azért, hogy még a fokozott megterhelés mellett is betartják a szigorú szabályokat, fogalmazott Müller Cecília országos tiszti főorvos. Az országos rendőrfőkapitányság szóvivője ismertette, hogy éjféltől életbe lépett az éjszakai kijárási korlátozás. Gál Kristóf elmondta, hogy éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Ez alól kivétel a munkahely és a lakhely közötti közlekedés, illetve a munkavégzés, valamint ha életveszélyes vagy súlyos kárral járó helyzet merül fel. Hozzátette, a rendőrség az újonnan és a korábban hatályban lévő szabályok betartását is folyamatosan ellenőrzi. Újabb fejlemény történt a Békéscsabai Körös Hotel jövőjét illetően. A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent az a kormányhatározat, amely az épület állami tulajdonba vételéről és az ingatlan közösségi funkcióra történő hasznosításáról szól. Július végén jelentette be Herceg Tamás országgyűlési képviselő, hogy az év elején a kormányhoz fordult a Körös Hotel jövőjét illetően. Mint akkor elmondta, azt javasolta, hogy az állam vásárolja meg az ingatlant, bontsa le és lehetőség szerint zöld felületet létesítsen a területen. A szálló sorsával kapcsolatban döntés született, és a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent a kormányhatározat. Az állam megvásárolja ezt az ingatlant, folynak az adásvételi szerződés előkészületei, miután megvásárolja az állam az épületet, le lesz bontva, és amikor ott kialakul egy zöld terület, akkor az állam odaadja az önkormányzatnak ezt a körülbelül 2000 négyzetméteres, 1997 négyzetméteres területet. Az országgyűlési képviselő azt szeretné, ha a békéscsabaiak döntetnének a terület jövőjéről. Herceg Tamás ezért kérte a 60 ezer fa egyesület koordinátorait, valamint a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnökét segítsenek abban, hogy a témát érintően elindulhasson egy közösségi tervezés. A civil szervezetek vezetői vállalták, hogy elindítják a lakossági egyeztetést. Lassan szinte egy hónapja talán, amikor megnyitottuk ezt a csoportot, és nagyon okos, nagyon innovatív, kreatív ötletek gyűlnek, és tulajdonképpen nagyon örülünk mi 60 ezer fa mozgalom, hogy a legtöbb ötlet zömében valóban arról szól, hogy lesz zöld ez az új park tulajdonképpen túlnyomó részben. És nyilván ezen belül pedig egy rengeteg ötletmorzsa kerül elő, és ezeket kívánjuk összegyűjteni. A felmérést követően az eredmények tükrében a szakemberek bíznak abban, hogy olyan terveket tudnak bemutatni az önkormányzatnak, amelyek a békéscsabai lakosok érdekeit szolgálják. Ha november, akkor bajusz és szakál. Minden évben sokan csatlakoznak a No Shave November, illetve a Movember elnevezésű kezdeményezésekhez. Ezek lényege, hogy a férfiak megnövesztik az arcszőrzetüket, ezzel hangsúlyozva a szűrővizsgálatok fontosságát. A két mozgalom célja, hogy felhívja a figyelmet a férfiak egészségügyi problémáira, így a prosztatarákra és a hererákra. A kezdeményezések a szűrővizsgálatok fontosságát is hangsúlyozzák. Magyarországon 2009-ben indult el a kampány, 2016-tól már egyesületi formában. Békéscsabán évről évre egyre többen vesznek részt a kezdeményezésben. Az MSZP helyi szervezetének vezetője például már évek óta bajusznövesztéssel hívja fel a figyelmet a férfiak egészségére.
Alapvetően én jégkorongmániás vagyok, és a jégkorongozók szoktak csatlakozni ehhez a felhíváshoz. Hát már nem tudom, mert időtlen idők óta novemberben nem borotválkozom, és november végére hát tekintélyes bajusz lesz az arcomon. A Nósév November kampány lényege, hogy ebben a hónapban a férfiak nőni hagyják a teljes arcszőrzetüket, illetve a hajukat. A Movember mozgalom részeként pedig a bajusznövesztés a fő figyelem felhívó eszköz. Idén a Békés Csabai Média Centrum szerkesztősége is csatlakozott a kezdeményezéshez. Ismerjük a statisztikai adatokat, amelyek elszomorítóak mind Magyarországon, mind pedig a szűkebb régiónkban, tehát nagyon magas a rákban elhunyt betegek száma, és ezeket igazából a szűrővizsgálatokkal meg lehetne előzni, lehetne javítani a helyzeten, és ezt fontosnak tartja a cégünk, ezért csatlakoztunk a kezdeményezéshez. Az egyik Békés Csabai Borbély műhely társtulajdonosa szerint bátrak és nyitottak a férfiak, hiszen egyre többen vágnak bele a bajusz, illetve szakálnövesztésbe, ráadásul az aktuális trendek is ebbe az irányba mutatnak. Most már ez nem egy szembetű dolog régebben, általában ez egy stílus volt, hogy akinek hosszú haja és szakálla volt, vagy ezek a klasszikus körszakáll, akik kicsit ilyen tatás megjelenést kölcsönöztek, most viszont tényleg divatos is, ezért szerintem sokkal többen belevágnak. Általában tényleg, hogyha nem foglalkoznak vele, és nem használnak le megfelelő szakállápoló készítményeket, akkor tud kellemetlenné válni a dolog. De ha a szakemberhez fordulnak, akkor tényleg egy új megjelenést tudnak kipróbálni. Az, hogy valaki megnöveszti az arcszőrzetét, nem szabad, hogy egyet jelentsen az ápolatlansággal, tette hozzá a tulajdonos. Mint mondta, a 30 napon keresztül növesztett, kezeletlen arcszőrzet, azon kívül, hogy rendezetlen megjelenést kölcsönöz, zavaró és kellemetlen érzés is lehet viselőinek. A szakember szerint ezért ajánlott rendszeresen, havonta legalább 2 alkalommal borbélyhoz fordulni. A kormány szerdán bevezetett rendkívüli intézkedései a színházakat is érintik. Többek között a teátrumokban is csak minden harmadik széken ülhetnek. A Békés Csabai Jókai Színház szerdán közzétett videójában az igazgató arról biztosítja a nézőket, hogy az intézmény minden szabálynak megfelel, biztosítják a megfelelő távolságtartást, valamint a korábban bevezetett biztonsági intézkedéseket is tovább folytatják. Seregi Zoltán hozzátette, a közönség maximális biztonság mellett szórakozhat a következő bemutatójukon november 6-án. A Kamara Színházban bemutatandó Mimóza című francia vígjátékunkat áttettük a Nagy Színházba, ami azt jelenti, hogy a Kamara Színház 120 jegyvásárlója, illetve bérletvásárlója a 400 fős Nagy Színházban a távolságtartás kötelezettségeinek megfelelően tud helyet foglalni. Ismét megrendezték a Békés Csabai irodalmi esteket a megyeszékhelyen, a Városháza dísztermében. Az érdeklődők ezúttal egy válogatott verscsokrot, valamint helytörténeti novellákat is hallhattak. A már elkírógott, a további brutális intézkedések miatt az állandó rettenésére a keddesti irodalmi esten Nagy Róbert színművész Huszár Endre novelláiból olvasott fel részleteket. A nyugati államok, tehát Egyesült Államok, illetve Franciaország és hadd ne soroljam a többit, a forradalom előtt biztatták a magyarokat az elnyomás elleni harcra és egyéb megmozdulásokra. A látogatók a novellák mellett Megyeri Ágnes verseiből hallhattak egy összeállítást Réger Vanda színművész közreműködésével. Az írónő bevallotta, hogy megélt tapasztalatait és érzéseit próbálja szavakba foglalni, elmondása szerint pozitív hangvételű verseket alkot. Én szeretek rajzolni is, festeni is, és mikor a kislányom megszületett, az első mesekönyvét is én írtam neki, és én festettem neki. Frankó Attila, a Békés Csabai irodalmi estek szervezője, fontosnak tartja a helyi alkotók műveinek bemutatását. Igazából örülök, hogy nagyon sok fiatalt látok ma este itt. Gyakorlatilag azért a történelmi dátumokhoz is kapcsolódik az irodalmestek, és most is lesz olyan történelmi áttekintés, helyi történelmi áttekintése az korábbi eseményeknek, ami én azt gondolom, hogy a mai fiatalság számára nagyon-nagyon fontos információ.
A szervezők a decemberi irodalmi estet előreláthatólag online formában rendezik meg. A pozitív koronavírus tesztek és a sérülések miatt sok hiányzóval küzdő Békés Csaba 1912 előre sorozatban harmadik vereségét szenvedte el a labdarúgó MB2-ben. Preisinger Sándor együttese a zsinórban hatodik meccsét megnyerő Budaörstől kapott ki 2-0-ra hazai pályán. A lilamezes csabaiak a 9. percben kerültek helyzetbe először. Gránic Patrik lövését kellett védenie a vendégek kapusának, Kovács Péternek. Ezt követően a Budaörs vette át a játék irányítását. A 19. percben Csiki Norbert távoli próbálkozását hárította Krnács Rihárd. A csabaiak fiatal kapusa a 28. percben újabb védést mutatott be, Pető Bence lövése után. A fehér szerelésben pályára lépő vendégek a 39. percben szereztek vezetést, egy szöglet után a rövid saroknál érkező Pető csúsztatott, a labda pedig Horváth Péterről pattant a csabai kapuba. A hazaiak a félidő utolsó percében egyenlíthettek volna, de Pántovics indítását követően Szczec Bence lövését reflex mozdulattal védte a kapus. A szünetet követően 7 perccel újabb csabai lehetőség maradt ki, Nikola Pántovics fejelt a budaörsi kapu fölé. A tabella második helyén álló vendégek 5 perccel később egy szép akció végén duplázták meg előnyüket, amikor Csiki Norbert értékesített egy zicsert mintegy 10 méterről. A házigazda rögtön válaszolhatott volna, azonban Szabó Zsombor óriási helyzeténél Kovács Péter mutatott be egy bravúrt. A 73. percben a kapus helyett a védő Petneházi Márk mentett a gólvonalon, Cvalinga Áron pedig a kipattanót sem tudta értékesíteni. A 78. percben a budaörsiek is zicsert rontottak, Petró Balázs lövését védte Krinács. A kapus a 83. percben Petró újabb lövését hárította, a budaörs azonban így is magabiztosan 2-0-ra diadalmaskodott a Kórház utcában. Az eredménnyel mindenképpen elégedett vagyok, az első fél időben mutatott játékkal is, amit kértem a játékosoktól, az rendben volt. A második gól után egy kicsit visszavettünk, az óhatatlan, hogy te is említetted, abból egy kicsit elégedetlen vagyok, de azt gondolom, hogy így ez belefért. A csabaiak vezetőedzője értékelésében kiemelte, hogy csapata újra helytállt ebben a nehéz helyzetben, ráadásul több fiatal játékos is bizonyította, hogy lehet rájuk számítani. Azért a képességek tekintetében van különbség a csapatok között, de azt kell, hogy mondjam, hogy amit elmondtam a srácoknak az öltözőben mérkőzés után, hogy nagyon férfiasan tették a dolgokat ma, és egy-két fiatal játékosnak elmondtam azt is, hogy érdemes lesz nekik, vagy lenne nekik több energiát beletenni ebbe a sportágba, mert én azért egy-kettő játékosban itt komoly jövőt látok. A csabai együttes a kéthetes bajnoki szünet előtt vasárnap a listavezető Debrecen otthonában lép pályára. Idegenben folytatja bajnoki szereplését a Svitelszki Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület felnőtt együttese. A csabai lányok szombaton Miskolcon játszanak a DVTK vendégeként az Extraliga 6. fordulójában. Az elmúlt hetekben egyre inkább felütötte fejét a koronavírus járvány a magyar sportban. A röplabda sem volt kivétel, hiszen több hazai klub jelezte a szövetség felé, hogy a játékosaik pozitív teszteket produkáltak, ezért kirámeznék a mérkőzések elhalasztását. A Svitelszki Békés Csabai röplabda eső legutóbbi bajnoki mérkőzése is azért maradt el, mert a Balatonfüred stábtagjai és játékosai közül többen megfertőződtek. Megpróbálunk minden mérkőzésre felkészülni, minket is utolért már a koronavírus járvány, ahogy arról hivatalos kommunikációt is kiadtunk. De rendre szinte hetente PCR-tesztnek vetjük alá a játékosainkat, és a játékos keret többi tagja negatív tesztet produkált, így játékra készek vagyunk. A BRS a legutóbb a Fatum Nyíregyháza otthonában lépett pályára még október 24-én és 3-1-es sikert aratott. A győzelem azonban mégsem lehetett olyan édes, hiszen a viharsarkiak elveszítették egyik ponterős játékosukat, Anasztázia Bezsanovát, aki súlyos térdsérülést szenvedett.
A BRS-e a DVTK otthonában szeretné megőrizni veretlenségét és újabb értékes pontokkal gazdagodni. Az újonc Diós Győr nem éppen álomszerű rajtot vett az Extraligában, eddigi 4 lejátszott mérkőzésükön még a pontszerzés sem sikerült nekik. Szükség van arra, hogy próbáljunk játék lehetőséget biztosítani azoknak a játékosoknak, akik eddig talán kevesebbet szerepeltek, bár a mostani lebonyolítási rendszer, tehát az oda-visszavágós rendszer nem feltétlenül kedvez ennek a dolognak, viszont én ígéretemhez híven ezt meg fogom tenni. Szeretnénk győzelemmel távozni Miskolcról, nyilván ideális esetben 3 ponttal. A DVTK BRS-e mérkőzés szombaton 18 órától kezdődik Miskolcon. A találkozót a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett rendezik meg. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!